Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm a Forgács család két tagját. Forgács Beáta, Forgács Bea, ugye, aki most már Györfi Forgács Bea néven ismert, egyre ismerte, fotós is, meg sok minden, ezt majd elmondod, de a Györfi nevet azt légy szíves mondd el, ez az úr, ez, akit úgy is ismernek, hadd hallgasson egy picit. Hát az én férjemet Györfi Péternek hívják, és idestova 13 éve hozzámentem feleségül, gondolkoztam azon, hogy megtartsam-e a saját nevem, vagy átvegyem az övét, és elhagyjam a Forgácsot, de hát nem akartam elhagyni a nevemet, és akkor így lettem. Tehát én úgy tártam, hogy próbálja egy meg, dolog, mert nekem kicsit kínos, hogy ő is Forgács. Hát nekem is az, de most már mindegy. De igazából az a vicces, hogy az egyik célom az volt, hogy ne kelljen mindig magyarázkodnom, ami hülyeség egyébként, hogy Forgács sima csével. Most ehhez képest még mellé vettem a Györfit, sima 1F-ível, viszont megmaradt a második keresztnevem is, tehát tulajdonképpen így lettem Györfi Forgács Beáta Judit. Értem. Mint egy ilyen de azért brazil szappanopera, nem? José de Maria, ta-ta-ra-ta. Ez nagyon jó, csak az, amit elfelejtettél, hogy egy kötőjel is van még. És még az ugye, is. Ugye, az hivatalosan egy kötőjel. Igen. Pedig nem is tud kötni. A mellette levő úr nevében nincs kötőjel, és a Forgácsot csével írja. Sima csével. Forgács Gábor urat szeretettel köszöntöm. És hát... Nekem is a harmadik nevem, mert László is vagyok. A bocsánatot kérek. Sőt, olyannyira, ez nagyon fontos, mert volt egy időszak, amikor a Vidám színpadhoz kerültem, ahol ott már volt egy Forgács László nevezetű úr, akinek, hát úgy mondjam, bántotta a kis csőrét, hogy még egy Forgács került a Vidám színpadhoz, és akkor megkérte Váradi Györgyöt, aki akkor a főrendezőnk volt, hogy ugyan már beszélje rá a Forgács Gábort, hogy változtasson nevet. És akkor odajött hozzám a Váradi Gyuri, és mondta, hogy te ez az öreg ember szeretné, hogyha nevet változtam, mégis hát ugye. Hát mondom, hát van névkülönbség, hát ő László, én meg Gábor vagyok. Hát igen, de hogy a Forgács, hogy valami kis betűt még oda. Mondom, tehát lehet választani. F. Orgács Gábor, vagy Forgács C. Gábor, vagy Forgács G. Ábor. Ebből lehet választani. Aztán rájöttem, hogy buta voltam, mert ugye a teljes nevem viszont Forgács Gábor László. Uh-huh. És hogyha a Lászlóból az L betűt előre teszem, az milyen jól hangzik, hogy L Forgács Gábor. Uh-huh. Nem? Sokkal híresebb lettem volna, hogy L Forgács. Ez olyan az L forgácsolásból, hogy L Forgács Gábor. Ez a Vidám színpadkori. Ez a Vidám, mikor 77-ben felszerződtem a Vidám színpadkori. És a rendkedvér, hogy ez a már, mint én ilyen tévés gyerek, ugye a Váradi György, az nem az a Váradi nem György volt, amit a színházi műsorokból ismerünk. Az dr. Váradi György volt, akinek a tévében műsora volt, ő pedig Váradi György, aki rendező, majd főrendező. Az, hogyha valaki használja a doktori címet így a tévében, az milyen neked? Hát nézd, akkor, amikor ő ezt használta, ez már nagyon-nagyon régen volt, ez még bőven a szocialista. De akkor lehet, hogy azért használtam, mert voltam. És igen, de ő azt megelőzőleg, hát erősen BMS ember volt, és hát aztán szerette használni azt, hogy doktor. Szegény, hogyha tudná, hogy még 2022-ben is cikizedőt. Apuról mit tudsz, hogy hogy indult egyébként a pályája? Azt tudom, hogy borzasztóan rossz volt a suliban, ugye? Kirúgtak téged az iskolából? Hát, mondjuk így, hogy nem voltam jó. Eltanácsolták. Nem voltam, az már gimnáziumból. De nem csak, hogy, tehát, hogy nem ment be az iskolába. Nem tudták, hogy jó volt-e vagy rossz, mert nem jutott el odáig. De ez tetszik, ez az eufemizálás, hogy hát nem, hogy rossz, de nem voltam jó. Igen. De, szóval az igazság az, hogy én már az általánosban sem voltam igazán jó, őszinte leszek. De mindig volt kiről lemásolni a feladatot, mondjuk a dolgozatokat, vagy mindig volt, aki súgjon. Például Fenyő Miklós, akiből később nem tudom, lett valami, vagy meg Fenyő, mindegy. Szóval, egy osztályba jártál vele? Ötödiktől. Ötödiktől? Igen. De mondjuk, bocsánat, ezek szerint az ötödikbe jutottatok mind a ketten, igen, figyelek. De hogy volt egyszer egy eset, csak mert, hogy ez ide passzol és érdekes, amikor hát én is azért, én jó gyerek voltam,
viszont nem voltam olyan nagyon jó tanuló elsősorban a reál tárgyakból, mondjuk általánosban matek, hanem már fizika is van. Na mindegy, és hát nagyon sok egyest kaptam, és amikor be kellett... Általánosban már sok egyest kaptam. És be kellett adni az ellenőrzőt aláírni, akkor én előtte az egyeshez egy ilyen kis vízszintes vonalat rajzoltam, így lett négyes, azt aláírattam, majd kiradíroztam, és megmutattam a tanítónéninek. Ebből összegyűlt így egy pár, ameddig ki nem lukadt az ellenőrzőm, amit akkor látványosan elhagytam, hiszen hát úgy már az éciki volt. Elhagytam. Rögtön kaptam egy igazgatói intőt, és hát beírták az összes egyesemet. Ott már nem volt mit tenni, azt meg kellett mutatnom. És akkor az apukám így ült a hintaszék, én viszont, hogy volt egy ilyen hintaszék, és akkor így odaadtam neki, ő így nézte, és nem szólalt meg hosszú percekig, de éveknek tűnt. A legrosszabb büntetés volt, amit lehetett. Tehát már így arra gondoltam, hogy verjen meg, vagy történjen valami, és nem. És akkor évekkel annyit mondott csak, hogy most menj a szobádba. De ezt valami úgy mondta, hogy az felért egy arconütésre. Nagyon-nagyon, tényleg a legnagyobb büntetés volt. Az összes, mert általában ilyen volt, hogy most életed végéig mosogatni kell, mert ilyen szobafogság 2048-ig. És utólag, és most jön a lényeg, hogy megkérdeztem tőle, hogy miért volt az a világfájdalom az arcán, és azt mondta, hogy azért, mert rettegett attól, hogy rá fogok hasonlítani. Olyan ez mindén. Igen, mert az jutott eszembe, hogy végül is mondhatod volna, hogy hasonlít a te bizonyítványodra, de akkor ezek tudtam. Szerint sokkot kaptál ettől a lehetőségtől. Igen. Ugyanazt csináltam, mint én. És ez borzasztó volt. Tehát ezt visszakaptam az életben. Azért annyit hagyd tegyek hozzá, hogy amikor egy picinkát megjött az eszem. Tudnélik, miért is nem mentem az iskolába? Mert ehelyett lovagolni jártam. Te ne nézed már itt az eszemmel kapcsolatban. Ne nézd meg, hogy hova jött meg. Jó, tehát a lányom is ellenségem. Lovagolni jártam az iskola helyett, tehát a gimnázium helyett, és aztán egyik pillanatról a másikra azért csak megjött az eszem, és végeredményben 2,5 év alatt estén letettem a gimnáziumot, és letettem a szakmát is, tehát az irodagépműszerész szakmát. Tehát akkor egyszer csak hirtelen behoztam mindent. Itt egy közös periódusotok is van. Sajnos, igen. Amiben nagyon hasonlítottok egymásra, nem csak ebben az egyesekben, hanem abban, ami számomra borzasztóan meglepő, főleg a Beánál volt meglepő, hogy ti tulajdonképpen mind a ketten interneten szereztetek párt magatoknak. Igen. És én nem tudom, én megmondom őszintén, én egy... akkor biztos, hogy én egy gyáva öreg ember vagyok, meg én nekem eszembe nem jutna az interneten szerezni, pedig vannak rokonaim, akik próbáltak. Amíg titeket nem láttam így, hogy milyen jól vagytok ebben a kapcsolatban, tehát külön te is, meg külön te is a kapcsolatban, addig nem hittem, hogy ez tényleg lehetséges ilyen óriási kompromisszumok és lemondások nélkül. Na most van egy csinos, vonzó, szép fiatal csaj, az hogy az interneten próbál meg társat keresni magának? Hát ennek több oka volt. Egyrészt olyan két munkahelyem is volt. Napközben is dolgoztam, meg aztán este is dolgoztam. És nem is nagyon lett volna időm arra, hogy én eljárjak azon túl még. Meg azért én például úgy voltam vele, hogy inkább az interneten internetről találkozzak emberekkel, azt lehet egy ilyen viszonylag biztonságos koordinált keretek között, mint egy szórakozó helyen adott esetben, ahol meg ki tudja, hogy milyen az az ember, aki... Tehát, hogy ez mindenhol van veszélyforrás. A nagyszámok törvénye szerint mondjuk az interneten lehet, hogy mivel több emberrel találkozol viszonylag rövidebb időn belül, belebotlasz olyanokba, akikkel amúgy nem szeretnél, találkozni, de nekem nagyon nagy szerencsém volt. Tehát én egyébként viszonylag hamar megtaláltam a férjemet. Egy szórakozó helyen azért... Hát ott látom. Ott látod, hogy viselkedik a fazonját. Most nem csak az, hogy néz ki, hanem azért egy, gondolom, azért egy 5-10 perc. Párhuzamosan az is volt mellette finomabb keretek között, tehát hogy azért nem voltam begubózva. Ilyenkor az is lehet, hogy nát, aki ilyen helyekre jár, ilyen pasi, ez nekem nem kell. Na de túl ő is azon a helyen van, érted? Értjük. Nem, 30 éves voltam egyébként, amikor én a Petivel, a férjemmel találkoztam. Mennyi kísérlet volt? Tehát hányan küldtek neked, és te hány embernek válaszoltál? Sok, találkoztam is több. Sok. Előtte már nekem volt egy kapcsolatom az internetről, egy fél éves kapcsolatom. Úgyhogy én azért már tudtam, hogy mire vállalkozom.
És aztán a férjemmel megismerkedtünk, és gyakorlatilag a második napon leregisztráltunk mind a ketten. Második napon hát onnantól számítva, hogy hogy találkoztunk, már le is regisztráltunk, tehát lejöttünk a társkeresőről, és ennek 16 éve. Aha. És azóta van és az annyit jelent, hogy ti összeregisztráltatok? Szóval tulajdonképpen össze is bútoroztunk. Én vittem a két kutyát. Amikor már elkezdtem úgy nála tölteni az éjszakákat, akkor nagyon nehéz volt koordinálni, hogy én a Batthyány térről, ahol laktam, elmenjek Dunakeszire, ahol ő lakott, de hajnalban hazamenjek, hogy a kutyákat levigyem sétálni, hogy aztán bemenjek a belvárosba dolgozni. Ergo vittem magammal a kutyákat. Most, amikor már két kutyát viszem magammal, az már onnantól kezdve szinte összebútorozás. Úgyhogy én a második héten már ott voltam a hónom alatt a két Hawaii most már két gyerekkel kell járnod, ugye? Van a Liza és van az Olivér. Megtanultam, hogy 12-ben született a Liza? A Liza 11-ben született, az Olivér meg 2016-ban, igen. Hát majdnem jó volt. Ezt még elfogadhatjuk, nem a zsűri vált engem. Minimális. Igen. Na és mi volt, hogy ebből a Forgács Gáborból nagypapa lett? Az milyen? Jó. Jó? Hát ez természetes, hát persze, hogy jó. Hát ez a természet rendje. Hát ez magától érthetődik. Hát ez gyakorlatilag akkor már én sem voltam egyedül. A mostani párodat az interneten találtad. Igen. Te azon buzdultál fel, hogy megtalálta be a párját, vagy akkor még nem találta meg, akkor még csak kereste. Én nem buzdultam föl semmi, nekem eszembe se jutott. Ő buzdult fel, és ő beszélt rá engem, én akkor már fél éve egyedül éltem. És akkor azt mondta nekem, hogy figyelj apa, te egy társasági lény vagy, vagy társas lény vagy, te nem leszel jó. Nagyon túlságosan megszokod majd az egyedül létet, neked találni kell valakit. És akkor fölmentünk hozzá az irodájába, és ő engem fölregisztrált egy ilyen társkereső programra. És nem a neveden, hanem valami... Igen, akkor még nem a nevemen, hanem egy ilyen... De az arcképed az ott volt? Nem, semmi. Annyit lehetett tudni, hogy közepesen ismert színész. Azt odaírtuk. Igen. Közepesen ismert színész, igen. És akkor ezt így föltettük, és mindjárt elkezdtünk nézegetni a kínálatot, mert ha beregisztrálsz, csak akkor, ha beregisztrálsz. Igen. Tehát olyan nincs, hogy odamész és elkezded nézegetni a hölgyeket. Igen, ha beregisztrálsz, látod a képet, és ők meg nem látják a te képedet. Hát, aki kirakott képet, azt látom. Aki kirakott, ennek nyilván megvan a veszélye. Hát szóval nyilván leredukálódik azoknak is a száma, akik őt megnézik, meg kép nélkül sokkal kevesebben nézik meg. Igen. De nálunk az volt a stratégia, hogy majd mi kiválasztjuk neki, és akkor adott esetben, ha már kialakul egy minimális kommunikáció, akkor már küldtünk volna. De hát ez nagyon szellemes ez, hogy közepesen ismert színész, ez nagyon jó duma. És akkor sokan jelentkeztek is, de ez mind nem érdekelt, mert én nézegettem, illetve együtt nézegettük, és az 51. hölgy, mert 10-esével lehetett, nem? Az 51. hölgy az a jelenlegi párom volt. És valamitől megfogott a szeme, a jelenség, mint olyan, ugye mi most mondjuk olyan? Meg ekkora gyönyörű melleit. Igen, ez az olyan hölgy, egy kamerón szoktam, nagyon intellektuális a barátja, és akkor ugyanígy mutatja, mint ahogy te. Szóval az a típusú hölgy, akinek nehéz a szemébe nézni. Ez most azért rossz, mert én ismerem az Ildikót, és már csináltam velük műsort, és most ilyen sokkal felszabadultabban beszél, ott nem dumált így egyébként. Ott... Mutatós volt úgy, ahogy volt, na egyben. Igen, tehát a korához képest, de nagyon édes volt. Mi az, hogy a korához képest? Azért, mert nagyon édes volt, mert letagadott 3 évet. Ő 40, mert ugye 45-ig, tehát a korosztály. Ja, értem. És letagadta, hogy visszakerüljön egy osztályon lejjebb. Vagy feljebb, igen. Lényeg az, hogy én rákattintottam, És én akkor küldtem neki egy statit. Na most ezzel tudni kell, ezek ilyen előre elkészített kis szövegecskék. Aha. És akkor mit írtunk oda, hogy tetszesz, vagy mi tetszesz? Volt? Hogy... Hát nagyon, vagy valami igen. Ilyen, ami elismerő volt, már nem emlékszem, mi volt az az egy mondat, vagy talán egy szó, nem tudom. Nem az volt, hogy tetszesz, hanem hogy... De hogy valami pozitív, ami arra utalt, hogy szimpatikus. Visszaírta, hogy köszönöm. Ennyi. Na most ezt az apu nem tudta, hogy ez gyakorlatilag ezen az ismerkedő fórumon annyit jelent, hogy hát nagyon kedves tőled, de el lehet húzni. Tehát egy ilyen köszönöm az így ennyi volt, hogy akkor...
Igen. Na most én ezt nem tudtam, hogy gyorsan elkezdtem virkálni neki. Amit ő egy idő után ugye elfogadott, ő is válaszolt, írogattunk, stb. És akkor hát kérdezte, hogy mégis ki vagyok én. És akkor kezdtem itt jópofizni, hogy hát ki az a színész, az az egyetlen színész, aki a Gálvölgyi Show-ba is szerepel, a Szeszélyes Évszakokba is, meg a Cheese-be. Na ki az? És ő visszakérdezte, hát ki az? Mert hogy ő neki fogalma nem volt, és akkor én leírtam nagy kegyesen, hogy Forgács Gábor. És kiderült, hogy akkor se tudta, hogy ki vagyok. Uh-huh. Tehát ez nekem nagyon-nagyon jó volt. Élt, vagy nem, itt élt Magyarországon, csak ma már tudom, de akkor még ez ilyen fura volt, de a lényeg az, az hogy most már tudom az ő tévénézési szokásait, aha, ő senkiről nem tudja, hogy kicsoda, mert nézi a tévét, ezen közben telefonál, vasal, aha, beszélget, tehát nem mar, és ez nekem borzasztóan fontos volt, hogy nem az ismert ember jött össze, hanem az amorózó. A közepesen ismert, hanem egy végtelen jóképű, jó humorú, nagyon okos pasit talált magának. Hát azt, akkor még azt hitte. Én is gondolkodtam ezen, hogy kire hasonlítóban, hát fantasztikusan jóképű pasas volt, meg még most is az, csak most nem akarok ilyen áradozásokba átmenni, de mondjuk a Terence Hill. Igen, egy időben nagyon hasonlítottam valóban a Terence Hillre. Csak ő szép volt. Én. Hát nem a Terence Hill. A lényeg az, hogy tényleg volt egy olyan nézet, hogyha szőke lettem volna, meg kékszemű, akkor úgy eléggé hasonlítottam volna rá, de nem voltam se szőke, se kékszemű. Tudtam jól kinézni, ez tény. Annak idején ennek ma már nyoma sincs. Volt egy elég hosszú periódus, amikor nem voltál nős. Ezt az amorózó külsődet, ezt mennyire használtad ki? Tehát, hogy mennyire, milyen mennyiségű párkapcsolatod volt, hogyha erre lehet jól kérdezni? Lehet ezt jól kérdezni? Nem kell számot mondani, csak hogy... Nem használtam ki. De nem most úgy látszik, hogy megnyomatom az orrotokat, hogy igazat mondtok-e? Hát én most így írt, az az igazság, hogy ahogy öregszik az ember, felejt. Tudod? Én... Van a szelektív hallás, meg a szelektív memória. Igen. És ez addig jó, mert én sem akarok emlékezni. De azért volt neked házasságod is még utána. Igen. Én azt hallottam, de hát mondta, hogy nem igaz, hogy nem igaz. Érted, rajongtak a nők, szóval, hogy így, tehát úgy kellett elzavarni a nőket sokszor. De nem zavartam el. Nem. Hát nem azonnal. De látod, hogy nem azt tagadja, hogy sok nő volt. Na jó. Nem, hát azért. Nézd, a következő helyzet, ugye abban az időben még nem volt stráda, tehát nagyon sokat aludtunk lent szállodákban, vidéken. Mert ugye nehéz volt éjszaka följönni, nem volt semmi nyitva, akkor még nem volt az, hogy 10 méterenként egy benzinkút, vagy étterem, vagy valami. Akkor még semmi nem volt, és akkor lent laktunk szállodákban. Ez, és az nagyon semmi volt, hogy ilyen színművészek lejönnek. Igen. Igen. Meg azért, valljuk be őszintén, az apu megnyerte 72-ben a Ki mit tudott, ismert volt, jóképű volt. Rögtön, igen. Egészséges férfi ember volt. Az milyen az egyéb kategória volt? Hát úgy kezdődött. Igen. Tehát az első elődöntőben az egyéb kategóriába tettek, mert nem tudták, igen, hogy ezt most a jótlit hova kell tenni, ahol az én vetélkedő partnereim egy debreceni ostorpattogtató művész, tehát a kezdett tadadat, psszaratat, psszatatat, psszatat, és volt egy másik, az egy budapesti baltahaigáló művész volt, és azt kellett eldönteni a Pernye Andráséknak, meg a Major Tamásnak, meg most nem ki a jobb, mindegyik, igen, hogy ezek a három közül, ki a, tehát hogy most én jódlizok-e jobban, aha, mint ahogy a baltahaigáló baltát haigál. Tehát így. És akkor így jutottam be a középdöntőbe, ahol is... dal kategóriában, tehát ilyen népi dal, valamilyen, nem tudom, volt ennek valami neve. Nem táncdal? Nem. Eszményi Viktóriát ott vertem ki szegényt, akit egyébként továbbiak most nagyon szerettem, egy tüneményes, aranyos hölgy. De hát akkor vetélkedtünk, és akkor én jutottam tovább. És jött a döntő, ahol viszont már az ének kategória volt. Tehát az ének, azt nem én nyertem, hanem egy Mazsaroff Mária nevű, uh-huh, csodálatosan
éneklő hölgy, aki Bartók népdal válogatásokkal versenyzett, hát azt már Jódlival nem lehet megverni. Hát ez már csak valami ilyen. Külön díj, vagy valami? Nem, egyformán kaptunk mindannyian díjat, igen? Nevezetesen egy egyhetes olaszországi turnét, de mint utóbb kiderült, csak azért, mert abból is műsort csináltak. Tehát ez mindenki föllépett valahol, ezt levették. Én a hegyek között jódlisztam például, de mindenki. Na, hát az nem vicce. És rajtad ilyen stűszivadász? Nem, teljesen a normális. Az később jel. Volt a stűszivadász, amikor bekerültem a Kós Express Show-ba, illetve utána a Halloween Balatonba, ott már csináltunk ebből. Most még tudnál jódlizni? Hát hogy ne tudnék, persze. Igen? Tudom. Hogyne. Most nem a jódlisztatlak, de kíváncsi vagyok, és elhiszem neked, hogy... Jó, hát nem tudom, hogy tessenek figyelni ott a izen. Ez csak egyfajtája volt a jódlizni. De ennek van valami titka, de most nem mondd el akkor, mert megijesztettél. Az unokákat imádja, ugye? És akkor, ezt már mondtam, hogy Liza és Olivér, meg készültem, és az ilyen nagyon, miért Olivér? Mert nagyon szép név. Aha. Olyan szép dallama van. És hát ugye... Tiszt Olivér. Egyébként nem Olivérnek hívták volna, csak bármilyen nevet kitaláltunk. Igen? Valamelyikünknek volt egy rossz élménye azzal a névvel. Aha, értem. Tehát nem úgy volt, mint a Lizánál, mert a Lizánál a férjem egyszer csak azt mondta, hogy legyen Liza. És ez annyira rögtön, ráadásul nekem a Liza Minnelli az egyik kedvenc színész énekesnőm, tehát hogy így voltam vele, hogy az akkor rossz nem lehet. És van is egy ilyen dala a Liza Minnellinek, hogy Liza with a Z, amit imádok. Az Olivernél azért voltak nevek, volt Benjamin, volt Bálint, volt két vagy három név, de mindegyikkel, a Benjaminnal nem élmény, ott nem tudom, mi volt a bajunk. A Bálintnál ott tudom, hogy volt olyan, aki nekem rossz emléket idézett, vagy a férjemnek egy olyan általános iskolástársa, tehát valami, ugye valaki társult hozzá. És az Olivérrel meg nem. És olyan szépen is cseng, szerintem. A neve is most meg nagyon passzol hozzá. Nagypapaként mennyire vagy lelkes? Hát úgy láttam, hogy nagyon. Igen, sajnos most az utolsó két évben nem tudtam túl lelkes lenni. Igen. Egyrészt azért, mert egy elég komoly betegségem van. Hát erről beszéltünk másrészt... egyébként, hogy ezt szóba hozzuk valószínűleg, de hát akkor, ha már szóba hoztad, akkor azért egy fél mondatot, hogy hát azért itt komoly kórházi beavatkozások volt. Hát hogyne. Hát én nem titok, én nem szoktam ebből semmilyen titkot csinálni, rákos vagyok, ráadásul nem is egy rák, hanem két rák, ami nagyon ritka. És három orvoscsoportnak köszönhetem azt, hogy most itt ülhetek az ő segítségükkel. Hát aztán kérdés, hogy meddig, mert folyamatosan vizsgálnak mindenféle SMA-t. Én nem szoktam ebből semmilyen kabinetkérdést vagy titkot csinálni. Kérlek szépen, egyszerre volt prostata és hólyagrákom. Ugye mindenkinek van prostatája, aki férfi, mindenkinek van hólyagja, aki férfi vagy nő. Meglepő, hogy... És az orvosok is nagyon meglepődtek, mert gyakorlatilag az operáció alatt, illetve után derült ki, hogy nem arról van szó, hogy az egyik helyről átterjedt a másikra, vagy a másikról az egyikre, hanem ez két különböző rák. Aha. Ráadásul úgynevezett 5x5-ös aprósejtes gyors lefolyású, tehát nekem illet volna külön-külön bármelyikbe már belehalnom. Ennek ellenére gyakorlatilag második év vége felé még mindig itt vagyok, és jól érzem magam, és élek. Szóval ez a lényeg, ez a legfontosabb. Azért látom a be a szemén, hogy... Ő szegény nagyon sokat izgult, jött be hozzám, és belemegelt. Volt olyan, amikor voltam 64 kiló, mi? Majdnem felrúgtam. Egy izét néztem, egy kis reflex. Szóval... Hány kiló? 64, most 96 vagyok, tehát azért el lehet képzelni, hogy... Igen. És édes kis pofám ült bent, egy háromágyas szobába voltam, és bejött, de tulajdonképpen majd, hogy nem elbúcsúzni szintén, mert akkor egy eléggé ilyen vagy maradok, vagy nem című helyzet állt elő, és akkor én így tudtam beszélni, így volt hangul, hátulról a vesémből két cső, két másfél literes műanyag zacskóval, és... Hát most nekem is elakadt a hangom egy kicsit. Gyök nullával mentem úgy felé, és a szemébe megláttam a rémületet, hogy úristen az én apám, mert azért
cukkolodunk, de hát azért ő szeret engem, hát legalábbis úgy csinál. És akkor keseredt. Tehát az volt egy olyan pillanat, amikor bennem is volt egy olyan, hogy talán utoljára, talán... visszatükröződött. És hála a jó Istennek, és csodálatos orvosoknak, visszacibáltak az életbe. Amúgy is megdöbbent, hogyha egy szeretetnek, közszeretetnek örvendő ember beteg lesz, de ez, hogy te, aki a magyar terenszél. Erre egyet hagyd mondjak. Mindenki megdöbben, amikor megtudja, hogy ő rákos. Tehát akkor mindenki körül egyet fordul a világ. Én körülöttem is, tehát amikor így bemondták, hogy rák, azért ez úgy, hát szóval ez úgy nem esett jóna. De aránylag hamar túltettem magam rajta, azért gondolj bele, most már a 75-et taposom, tehát 75. évemet. És nekem tényleg csodálatos életem volt és van. És miután van egy ilyen régi mondás, hogy innen senki nem szabadul élve. Uh-huh. Tudod, mert így vagyunk kitalálva. A dolgot félre is tettem. Tehát, hát legfeljebb akkor hamarabb vagy. Nem izgultam én úgy Isten igazából rá. Olyannyira nem, hogy amikor kaptam először a kemókat, és ültünk heten egy ilyen korteremben, 7 fotelben, és ilyen mindenfelé állítható fotelek, hogy kibírja az ember, hogy 3-3 és fél órán keresztül csöpök belé a méreg. És én ottan önálló estet adtam, és ott röhögtettem az embereket, és nem vettem komolyan olyannyira, hogy odajött hozzám egy fiatal orvos, és mondta, hogy Gábor, azért ezt vegye tudomásul, hogy maga halálos beteg. Ezt most így mondta? Igen. Mi most nem, ma már ez a szabály, meg kell mondani. És az a jó, hogyha megmondják az embernek, mert akkor úgy tud hozzáállni a dologhoz. Aztán majd ő eldönti, hogy ezzel mit csinál. És én mondtam, hogy lehet, de attól még, hogy én itt hülyéskedek, nem lesz sem. Mondta, hogy mi csak megpróbáljuk megmenteni. És mondtam, hogy én meg annyiba próbálok hozzájárulni, persze ezt sokkal hosszabban mondtam, hogy nem veszem komolyan. És amikor aztán végül eljöttem, és az utolsó klinikai vizsgálat volt, akkor ez a fiatal orvos aranyosan odajött, és mondta, hogy az az igazság, hogy magától emberből többet tanultam, mint a 7 év egyetemen. Tehát nem az orvoslásból, hanem az emberből. Tehát hogy kell hozzáállni ilyen esetben? Tehát én nem voltam hajlandó soha, persze, amikor szenvedni kellett, akkor szenvedtem. Mert nem tudtam megúszni, hogy ez ne így legyen, de amikor kicsit jobban voltam, akkor már jöttek mindenhonnan az orvosok, meg a nővérek, azért, hogy ott sztorizzak, imádták, hogy én még ismertem ezt, vagy azt, vagy amazt a színészt, színész óriást, és mindegyikkel van valami sztorim, tehát ezt ők szerették, és boldogan hallgatták. Mennyire tudtak erről, és mennyire tartottad a külvilággal a kapcsolatot ebben a krízis helyzetben? Hát ez változó. Hát ugye amikor a kórházban voltam, akkor csak a családdal tartottam a kapcsolatot. Amikor kikerültem, és elkezdtem otthon dolgozni, mert otthonról is szinkronizáltam, és hanggalá mondtam, narráltam, stb. Tehát otthonról? Igen, van nekem otthon ilyen minden kis felszerelésem ahhoz, hogy én ezt otthonról is meg tudjam csinálni. Akkor természetesen másokkal is volt kapcsolatom, és minden kérdésre igyekeztem mindig őszintén válaszolni. Tehát nem csináltam úgy, mintha ez egy ilyen, ja Istenem, de mekkora magánügy, mert mindenkinek lehet. Bár soha nem tudja, ez olyan váratlanul jön, és valahogy azt akartam elérni, és azt akartam ezzel bizonyítani, hogy igenis lehet ezt könnyedén venni. Nem kell rögtön tragédia, rögtön eltemetnie magát az embernek, hanem úgy kell hozzáállni, hogy ez van, öreg, hát ez bármikor. Te nem tudod, hogy mit eszel. Ha leveszel egy tálcás párizsit vagy szalámit, megfordítod, megnézed, hogy mi van benne, hanyat teszel. Érted? Hogy miket eszünk össze. Hogy milyen csirkét eszünk, ami agyon van, különböző injekciókkal rakva, mindenfélével. És hogyha van egy kicsi genetikai hajlamod erre a dologra, akkor meg is kapod. Hát szóval az idősebb embereknek egy igen-igen jelentős százaléka valamilyen formában daganatos betegségben hal meg. Ezt nem lehet titkolni, ezek tények. Most félretéve a Covidot, ami most egy kicsit meggyorsította az eseményeket, de ez van. Sajnos, nem sajnos,
Na most nem tudom, hogy a jó hír az, hogy covidos nem lettél. De, voltam az. Hogy az is voltam. Persze. Vittek akkor... is vissza mindjárt a anesteziológiai és intenzív terápiás klinikára. Hogyne. Akkor ez a nagyon mellé volt. Ilyikor párod, és hogy viselte ezt a hihetetlen menetet? Hát, hogy mondjam, ez ugyanúgy nagyon nehéz erre mit mondani, ahogy azt se tudom, hogy ő idézélben mondva nem tudom. Persze, hogy nehezen. De hát nem voltam velük. Amikor lehetett, bejöttek, mindent megtettek, amit kértem, mindig ott voltak, tudtam velük beszélgetni. Tehát minden hogy milyen érzések zajlottak le bennük, ezt csak ők tudják. De én amennyire tudom, ő is és Ildikó is nagyon szeret, és egyik se akar elveszíteni. Tehát feltehetően ez nekik nagyon-nagyon nehéz volt. Tám még nehezebb lelkileg, nem testileg, mert testileg nekem volt nehezebb, de lelkileg talán nekik volt nehezebb, mint nekem. Megvallom őszintén, hogy én egy kicsit később akartam ezt a témát elővenni ebben a műsorban. De semmi baj, visszamehetünk a Vidámra is. Én értem, csak teljesen lefagytam ettől a valótól érted, és a nagylány szeme is azért elég fátyolos lett. Már megbocsátott, hogy azt mondom, hogy nagylány, ugye, de most abban a funkcióban vagy itt. Gondolom, hogy viselkedned kellett, ugye? Na. Nagyon. Nem téged kérdeztem. Ja? Jó, van, nem. Na, beszéljünk egy kicsit a fotóművészetéről, jó? Mert most jó, itten... nem művészet, nem, hogy azt mondjuk, hogy művészet, na. Mert akkor engem szóval, hogy most, hát de jogra. Itt, ami Szentendrén kín van plakát. Az nagyon nagy öröm volt, mikor megláttam azt a fotót. Azért mondd el akkor, te légy szíves, az előadást, a szereplőket. Hát ez az előadás, ez a Szentendrei Teátrum előadása, Dunakanyar címmel, Szinetár Miklós rendezésében, Szinetár Dóri és Dóra és Makranci Zalán. És ők szerepelnek a fotón, ez tulajdonképpen az előadás plakátja lett, amit én készítettem, hát ugye Dóri nagyon régi barátnőm, nagyon sokat fotózom, mert imádom őt fotózni, mert gyönyörű, meg természetes, meg tud pózolni, én azért 2 éve fotózom, és fontos, hogy nem vagyok fotóművész, lett egy OK-s fotográfus végzettségem, de nagyon lelkes vagyok, nagyon szeretek tanulni, még mellé nagyon szeretek workshopokra járni, tehát képezni magam folyamatosan. Találtam egy csodálatos fotóst, Sram Andrást, akinek már vagy 3 workshopján részt vettem, ő elsősorban portréfotós, nekem a fekete-fehér fotók tetszenek a legjobban, tehát rá is álltam egy kicsit erre a stílusra. Úgyhogy hát nagyon nagy boldogság volt, mikor megláttam. Tehát Szentendre lett az a város, ahol életem első plakátja szerepelt, és hát remélem, hogy majd még lesz több is. Apai büszkeséggel, hogy az általam rendkívül tisztelt és szeretett Szinetár Miklós utolsó 2 könyvének címlap fotóját is a Bea készítette. Borító fotót, igen. Amire én nagyon büszke vagyok. Nem akarok álszerény lenni, nagyon büszke vagyok rá, főleg azért, mert én elég kis hitű voltam sok szempontból, és nem gondoltam volna, hogy majd 41 évesen abból az ötletemből, hogy majd én itt munka és 2 gyerek mellett leteszek egy ilyen vizsgát, és végigcsinálom az iskolát, hogy ez úgy meg is valósul. És megvalósult. És az az igazság, hogy életemben először így most tapasztaltam meg, hogy milyen jó érzés úgy tanulni, hogy az ember olyat tanul, amit ennyire szeret. Én imádtam a művészettörténetet, de hát mondjuk olyan tanárom volt, hogy műftöri, fotótöri tanárom, Lenkes Ildikó, úgyhogy köszönöm is neki sok szeretettel. Szipá Péter volt a portréfotós tanárunk, hát zseniális, hát emberileg is, szakemberileg is csodálatos, tehát nagyon-nagyon jó tanároktól tudtam tanulni,
és élmény volt az egész. És azért, ha úgy végig gondolom, hogy mire elvégeztem, már Covid volt, tehát a vizsgai időszak már egyszer el is lett halasztva, tehát a Covid alatt két gyerek mellett éjszaka tanulva, nyilván ez mindenki másra elmondható, aki felnőttként arra veszi a fáradtságot, hogy egy új szakmát kitanul, de erre a részére nagyon büszke vagyok. Most azt... De a Szipál az egy nagyon kellemes figura is, tehát egy nagyon jó fej. Volt nálam a felesége, ő nagyságával, aki egy fantasztikus tudós asszony. Péter? Szipál Péter? Igen, a Péter. Ő az ifjabbik Szipál. Igen. Mert az apukája már meghalt. És igen, kis kecske szakálló, meg a szemüvege, meg minden. És hát egyébként, hogyha figyeled a Facebookot, akkor azért ők rendszeresen fotózzák saját magukat. Hát hogy ne, persze. Látod, hát, most is majdnem mindegyikhez van. Már azonnal dobom a szívecskét. Milyen jó fotókat csinál. És a párja is egyébként csodálatos fotó szerintem. Itt az, hogy egy jó párkapcsolat, de az, hogy ilyen lelkes, az egy ilyen érdekes dolog. Ti mennyire vagytok még lelkesek a pároddal? Hát vannak hullámvölgyek szerintem, mint minden. Most épp nagyon lelkesek vagyunk. Nálunk azért volt egy olyan időszak, amikor ő rengeteget utazott. Aha. És volt, hogy egy héten 5 napot nem volt. De az a meló miatt van. Az a meló miatt. És majd jött a Covid. Jelenti, hogy biztonságban van a család. Igen, de nem is ez a lényege, hanem az, hogy rengeteget utazott, amit először sokat nehezményeztem, hogy nincs otthon. Aztán jött a Covid, és ez csak mindig otthon lett. És addigra rájöttem, hogy kialakult így a két gyerekkel egy ritmusunk, amiben egyszer csak beleszólt, és akkor azt kezdtem el nehezményezni. És aztán mostanra ez ugye az egész normalizálódott, és hát persze hát szeretjük egymást nagyon. Ő egy nagyon-nagyon, hát olyan szempontból könnyű, tehát hogy ő nem az a tipikus férfi, aki hazajön, leül, felrakja a lábát, hogy hozz egy sört, asszony, és hol a vacsorám, hanem ő hazajön, például Isten ilyen főz, én nem főzök. Tehát ezt nem, sok mindent örököltem az apukámtól, aki csodálatosan főz. Én nem tudok főzni, nincs affinitásom, nincs energiám sem már rá. Tehát, hogy nekem az nem. Te sem vagy egy olyan típusú nő, akinek így haza lehet menni, és mondani, hogy hozz egy sört. Nem, egyébként nem is vagyok az, de ő ezt nagyon jól felmérte viszonylag az elején. Viszont, ahogy ő szokta mondani, ugye a szükség nagy úr, ő azért szeret jókat enni, és istenieket főz, és egyébként épp most végez egy OK-ér szakács képzést, 47 évesen, bocsánat, szívem, hogy elárultam. Már egyetemi végzettsége van. Egyetemi végzettsége is van. És akkor most egy OK-ér szakács főz. Igen, de ez is így, a Covid azért amennyit elvett, annyit adott is ilyen szempontból, hogy az ember így egy csomó mindenre rádöbben, hogy igenis még, amikor már azt hiszed, hogy már nincs energiád, akkor azért még elő tudsz kaparni egy kicsit. Amikor azt gondolod, hogy ezt már biztosan nem tudod ennyi idős fejjel megtanulni, akkor lám rájössz, hogy de mégis. És ő most készül a vizsgájára, és otthon, hál' Istennek, otthon gyakorolja a vizsgaanyagot, úgyhogy otthon folyamatosan főzi le a leendő vizsgatételeit, és hát nagyon hálás vagyok neki érte, úgyhogy még nagyon-nagyon jó apuka. Most ez a helyzet, ez mennyire drámai? Hát valóban az a helyzet, hogy nagyon-nagyon nehéz előadásokat eladni. Azért van, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, mert vannak különböző magánrendezvények, ahova például engem is elhívnak, most is megyek például ezen a héten, vagy nem, jövő héten, csütörtökön, meg ilyen. Tehát van, előfordul. Sajnos színház az nincs, benne vagyok két ilyen utazótársulatban is. De mint úgy nincs színház, hogy nincs előadás, vagy nincs nem előadás, tehát én, hogy mondjam, nem kőszint, nem pesti kőszínháztag vagyok, hanem benne vagyok két társulatban, két darabban. Az egyik a Gergely Teáter, amiben a Nő a Té című tüneményes olasz vígjáték, amiben a legjobb szerepem nekem van. Azt nem azt mondom, hogy nyilvök a legjobb, csak a szerep nagyon jó. És van a másik, a Vidám kísértet, ami a Pódium színpad keretén belül megy, és hát egyikből sincs előadás, sajnos, mert nem tudják eladni, mert nagyon nehéz. Hát szóval, ha őszinte akarok lenni, én sem megyek mostanában szívesen színházba, mert nehezen viselném másfél-két órán keresztül, hogy maszkba üldögélni. Ez nem megy. Hát meg plusz hát, egy rizikója azért csak van most, akárhogy is mondjuk. Mindenhogyan van. Tehát ez nem, meg ugye az én szervezetem azért most egy picikét le van ám gyengülve. Tehát így nem, ettől még mennék előadásni, de hát nincsen. Van egy-két felvétel, vagy ilyet vett fellépésem, és hát ami a legfontosabb, hogy én
szinkron és hangalámondás és narrációt csinálok, de azt rengeteget, igen. Szeretem is csinálni. És azt jól fizetik egyébként? Ez nem. Egy hülye kérdés, mert nem. Rémtörténeteket. Nagyon rosszul fizetik, de ha valaki annyit csinálja, mint én, az aránylag otthon, elfogadható. Otthon tudod csinálni? Tehát otthon is. Van olyan cég, amelyik otthon csináltatja velem, és van olyan cég, ezek mindig hangalámondások, illetve egyszer-egyszer előfordul szinkron is, de az ez a Zoom technikával, tehát aki ezt érti, az, tehát magyarul, én akkor átadom a számítógépemet egy központnak, egy hangmérnöknek, és onnantól kezdve ő kezeli az én számítógépemet, meg a rendezőjét is, meg a sajátját is. És innentől kezdve... Kell még rendezni? Hogyne. Igen. Hát persze, hát a szinkronban. Igen. Mindenképpen kell. Hát ugye én nem ismerem az egész filmet például. Azt a rendező ismeri. Igen. Tehát ő tudja, hogy amikor megjelenik az a figura, aki majd én leszek magyar hangban, hogy az milyen, jó ember, rossz ember, hogy kerül ebbe a helyzetbe, honnan megy, hova. Tehát ezek hogyne? És ő mondja, te elmondja a történetet, mi van, hogy kerül ez a figura ide, mit csinál, stb. Hogy milyen típust kér tőlem. Hallok bizonyos dolgokat, de hát ugye törökül például, vagy svédül, ma például épp egy svéd sorozatban dolgoztam, hát semmit nem értek belőle, tehát még az, hogy nekem fő sem tűnik, hogy ő most kérdezett, és nem kijelentett. Márpedig az egy kérdés, amit föltesz. És olykor én azt hallottam, hogy magát a filmet sem ismerik a kedves szinkronizáló művészek, csak azt a kis részt, ami... Igen. Tehát össze van válogatva, hogy azok a részek mennek, amiben vagyok, tehát aki szinkronizál. És ráadásul egyedül vagyunk. Tehát mindig, régen 7-8-10 voltunk bent egy stúdióban, most mindenki egyedül van. Gábor, annak idején a Vidám színpad, meg a Mikroszkóp színpad a legnépszerűbb színházak közé tartozott. Ez ugye? Így van. És hogyha most itt veszem, akkor, tehát most tudok olyan vidéki színházat is mondani, ahol már majdnem mindenki megkapta a Kossuth díjat, de hogyha jól tudom, akkor például a Vidám színpadról, meg a Mikroszkóp színpadról, a Hofit is beleértve, nem nagyon vannak Kossuth díjasok. Ott meg kell, hogy cáfoljalak, hogy nincs a műfaj. Tehát a műfaj megszűnt, meghalt, eltűnt. Nincs kabaré, nincs semmi, még ehhez fogható se. Stand-up van ehhez, hogy egy ember kiáll, amit ugye annak idején sokan a Hofi Gézának tulajdonítanak, hogy ő volt, nem. Az első az Kellér Dezső volt, aki megfogta a függőt, kedves közönség, az az ötletem, támadt, és akkor csak az nem olyan volt, mint most, hogy minden mondat végén legyen egy poén, hanem ő az akkori időknek megfelelően egy csomó minden mosolyogtató módon, mosolyt fakasztó módon elmondott, mert ugye akkor tudtuk, hogy ki ellen meg mi, hogy csak egy ilyet csinált, hogy akkor tudtuk, hogy ennek az ellenkezője igaz, amit elmondott. Ő zseniálisan tudta ezt csinálni, és hát aztán jött a Hofi, meg mi, és szépen lassan tulajdonképpen a kabaré, mint olyan, eltűnt a süllyesztőben. De ezt a fajta kabarét, amit mi csináltunk, akár a Vidám színpadon, akár a Mikroszkópon, ezt csak úgy lehetett kvázi díjazni, hogy kiharcolták a díjat. Tehát, hogy a Bodrogi vagy a Sas beadta és bement, és mindenkivel beszélt, hogy na most már, na de most már, és akkor sem mindig sikerült. Tehát ki kellett brusztolni. Kossuth díjat nem nagyon, az nem nagyon volt nálunk. Érdemes volt, az egy pár érdemes cím, az van. Ugye a Beregi Peti, Heller Tomé, tehát van egy-kettő ilyen, meg hát ugye a Sas is kapott érdemes. De összességében én köztársasági érdemkereszt, ezüst fokozat, ami... De hogyha mondjuk egy Jászai díjam lett volna, annak jobban örülnék, mert akkor kapnék nyugdíj kiegészítést. Meg a színészi És a színész, igen. De gyakorlatilag soha nem díjazták. Nekünk a legnagyobb díjunk az mindig az volt, hogy beültek és nevettek, és hónapokra előre nem lehetett jegyet venni. Én nagyon sokszor, amikor Vidámhoz kerültem, én jeggyel fizettem. Egy csomó mindent. Elvittem az autómat szervízre, a Parajdi Lajoshoz, és akkor azt mondta, hogy 1800 forint, az akkor nagy pénz volt, és azt mondta, hogy ne fizesse ki művészül, hozzon 4 jó jegyet.
És akkor én a Vidám színpadra vittem 4 jó jegyet, és az volt 1000 forint, meg 250 forint volt egy jegy. Akkor már spóroltál. És már spóroltam 800 forintot. Ami akkor nem volt kis pénz. Nem bizony. Na most itt olyan csodálatos szeretettel nézett rád a Bea, úgyhogy most nem egy értem, ilyen nagyon... Nem mindig így nézek. Bárkit így nézek. Jó van, adjuk ezt a cikizést, Nem, mi nem tudjuk abba adni. Mi nem tudjuk abba adni, nekünk ezt kell. Az már rég rossz, amikor mondjál be így a vége felé egy titkot, amit te tudsz a papáról, és valami szép dolog, jó dolog, és nagyon sokan nem tudnak. Hát a mondat elejére még azt mondtam volna, hogy olyan van sok, a szép dolog, jó dologot, el is vágtad a lehetőségét. Az a titkunk, igen. Akkor bocsánat, erre csak, akkor, hogy, hogy minél többet froclizzuk egymást, addig tudjuk, hogy minden oké. Így van. Volt olyan időszak, amiről beszélt, amikor éreztem, hogy itt most nem froclizunk, és akkor ő is mondta, hogy most nem, és akkor baj volt. Mm. Alig vártam, hogy froszlizhassam. Mm. Alig vártam, hogy amikor azt mondom, hogy eszembe jutott, és akkor ő megkérdezte, hogy hova jutott szívem? édes Istenem, de magas labdát dobtam ezzel. Mert ezzel szoktuk, hogy és akkor az agyamra ment. És mondja, hogy de hát nem tud az agyadra menni, hát nincs is agy. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy ez megvan, akkor tudjuk, hogy akkor minden rendben van. Hát akkor azt kívánom, hogyha ez nem túl hangzatos így a végére, hogy nagyon sokáig frosszízhast. Ez nagyon nehéz szó, ez a frosszizás, hogy frosszízhast. Most már látod bele is, hogy a papát, jó, és akkor a papának meg, hogy ugyanolyan szeretem. Magyarul frosszízzuk egymást, mert ez nekünk lételemünk. És én szeretném nagyon sokáig még őt frosszízni. És azt még jobban szeretném, hogy ő frosszízzon engem. Igen. Részemről is sokkal kedvezőbb. Helyettem megfogalmaztátok nagyon jól a kívánságot. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. És megköszönöm a kedves nézők figyelmét is. Ennyi volt mára a Párosan szép Forgács Gáborral és Forgács Beával. Már elnézést, hogy a papát most előre mondtam. Viszontlátásra!